Közel 500 négyzetméternyi betonburkolat és további 60 négyzetméternyi aszfaltburkolat cseréje történt meg a paksi lakótelepi központi parkban. A munkálatok során elsősorban a baleset veszélyessé vált burkolat részekre koncentráltak. Igyekeztünk ahol a fő közlekedési vonalakon a legnagyobb burkolathibákat javítani, tehát ahol legtöbbet járnak az emberek, többet használják a burkolatot, megpróbáltuk elsősorban azokat a hibákat kijavítani. A munkálatokat igyekeztek úgy ütemezni, illetve végezni, hogy a gyalogos közlekedést, illetve az üzletek forgalmát ne akadályozzák. A feladatnak és a terület sajátosságainak megfelelő gépekkel dolgozott a kivitelező. Egy betonbontógép, ami bontotta betont, egy rakodógép és kis teherautókkal, amik elszállították a betontörméket, visszafele kavicságyazatcsere és betoncsere volt. Ezeket kisgépjárművel hoztuk, mert végig lépcsőn kellett közlekedni, padlóterítést kellett alkalmazni, kis mennyiséget tudtunk egyszerre hozni, és a betont át kellett keverni, mert képlékeny betont tudtunk használni, a beton az földnedvesen érkezett. A kivitelező Kronológ Kft. Szakemberei a munkaterület átadását követően augusztus 28-án kezdték meg a burkolatjavítását a központi parkban. Az időjárás kedvező volt, jó ütemben haladtak a munkával, amit az október 15-i határidő előtt jó minőségben elvégeztek. A beruházás értéke bruttó 10 millió forint.